A János írása szerinti evangélium 8. részének 41. versétől, 41. vers második felétől, a 47. verse bezárólag olvasom az igét. Ezt mondták neki, mi nem parázdaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk, ha az Isten volna, ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök, nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédeimet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Az előzőekben már mondott vita folytatódik itt is, de itt már nagyon durva fokot ér el. Azt mondják dühükben Jézusra, hogy mi nem paráznaságból születtünk, nem teszik hozzá, mint te, mert nem hiszik, hogy isteni gyermek Jézus. És ha valami nagyon keményet kellett mondani rá, akkor elővették az adut, hogy na, Mária, paráznaságból fogant téged, és úgy nőttél föl itt, és most játszod az eszedet? Hát, ha ők kijátszották ezt az éles adut, akkor Jézus most már nem áttételesen mondja, hogy a ti atyátok cselekedeteit cselekszitek, hanem direktben megmondja, hogy a ti atyátok az ördög, aki emberölő volt kezdettől fogva, és a hazugság atya. No, itt aztán polarizálódnak a dolgok, mert ilyen élesen nem halljuk Jézust sem beszélni. De leleplezi, és azt mondja, hogy aki őrá így szól, vagy az igéinek ilyen elutasítását teszi, az ezt az ördögi sugallatra teszi. És azt mondja, hogy embergyilkos volt, és a hazugság atya. Nem állt meg az igazságban. És én jöttem közétek Istentől, hozom az ő üzenetét, beszédeit, és ti csak az atyátok beszédeivel jöttök nekem, és lesöpritek az egészet, amit mondok. Testvéreim, nagyon vigyáznunk kell, mert e világ fejedelme el akarja takarni a jézusi tiszta igét. És bizony, ha önmagunktól is vakok vagyunk, akkor ha még őt engedjük, hogy irányítsa gondolatainkat, meg ha olyan dolgok kerülnek az életünkbe, és szoktunk beszélni az okkult cselekedetekről, kimondottan ördögi babonákról, meg minden hasonlóról, amik megvakítják az ember szemét, és ilyen durvává teszik, és ennyire érthetetlen lesz a számára az Isten tiszta igéje,
pedig olyan egyszerűen mondja el, hogy én az én atyámtól jöttem, hoztam az igéket nektek, mondom, de ti nem hallhatjátok, nem akarjátok hallani. Nem érdekel benneteket, hanem mondjátok, amit az uratok, a ti atyátok, az ördög mond nektek. Nagy különbség van, hogy valaki Isten gyermeke, vagy valakinek az életét homályosíthatja, durvává teheti, uralhatja a sátán. És vegyük nagyon komolyan, hogy ő nem szarvaspatás Krampusz, negatív szellemi hatalom, de mindenben ellenáll annak, ami nekünk jó lenne, ami segítene rajtunk. Ő kezdettől fogva arra törekedett, hogy ne higgyünk és ne üdvözüljünk. Kiáltsunk Jézushoz, hogy Uram, te légy az én életemnek a megvilágosítója, szabadítója. Téged szeretnélek hallani, érteni és követni.